A Magyar Közétkeztetés kormányrendelet határozza meg. A 2011. augusztus 1 i országos tisztifőorvos ajánlást váltotta ez ki. Tehát fontos egy jól működő tehát rendelet, hogy leszabályozza egy adott munkafolyamatot, egy adott ellátást, mert akkor így lehet tehát biztosítani a az ellátottaknak azt a magas színvonalú, akár alapanyagra, akár főzési technológiára vonatkozó, akár étkezési kultúrára tehát vonatkozó szabályozást a mindennapi életben. Törvényben elő van írva a korcsoportos étkeztetés, tehát külön a bölcsödei, külön az óvodai, külön általános iskola főső tagozatnak, szociális ellátásban, büntetés, végrehajtás és a katonai ellátásnál. Tehát mindegyik korcsoportnak ugye tehát megvan az élettani sajátossága. Ezért nagyon fontos, mind mennyiségi, mind bertartalmiak, tehát az a legjobbat lehessen tehát nekik nyújtani, hogy így egészséges legyen a magyar társadalom. Tehát ebben a rendeletben, ami az előkészített és folyamán, tehát a mint a ez a programnak, tehát a Magyar Nemzeti Ungarok Értékek Szövetsége javaslatait is tehát figyelembe vették, tehát a jogalkotók, és ez egy példaértékű, mert ugye a végpontokkal, a fogyasztókkal a véleményét is mi ebben be tudtuk építeni és ezt át tudtuk tehát, nyújtani. Itt a sókérdés az a magyar ember só szokása, a gasztrokultúrájában, hogy nem is kóstolja az ételt, hanem azonnal sóza. Ez elsősorban ugye itt a sótartóra tehát, vonatkozik, a rendelet is azt írja elő, hogy maradhat a só az evédőbe csak nem azon az asztalon, ahol tehát, a fogyasztás történik, vagy ugyanúgy a cukortartó, hanem az evédőnek egy bizonyos pontján kell elhelyezni, ismertetni kell, tehát a só és cukorra vonatkozó, tehát a sónál ugye a magas vérnyomást előidéző a cukornál elhízás, cukorbetegségre, tehát vonatkozó figyelmeztetéseket. Ételkészítésénél én szakácsként is szoktam, tehát úgy nyilatkozni, sónélkül ételt nem lehet készíteni, sónélkül nem lehet, tehát főzni. Ezért minden korosztálynak, tehát van ugye egy átlagunk, ami a közel négy év során, tehát mi rendelkezünk, ezt is a jogalkotóknak átnyújtottuk, és kérjük is azt, hogy tehát a fokozatosság elve mellett, mert például tehát most, ami előírás a gyóvodánál, ugye a két gram per nap, az azt jelenti, hogy a 10 órai ebéd is az uzsonnálnál. Az eh, hirtelen változást hoz, mert a mi átlagszámításunk alapján, a négy éves átlagszámításnál ott azért az 5 g a eh, Miért adatok. Tehát fokozatosan úgy 2020-ig az élelmiszergyártókkal közösen ezt lehet azért tehát teljesíteni. A drasztikus 3 g azt már a nyelv is érzi. Tehát akkor biztos, hogy az ételeknek ízhatása, tehát egész más, hogyha ez drasztikusan azonnali egy nap alatt tehát szeretnénk végrehajtani, ezért mi azt javasoljuk, csak a fokozatosság elv mellett lehet ezt végrehajtani. egyik országban, tehát más mondjuk a Szociális háló a közétkeztetésre, az étkezésre. Van, ahogy kiemelten kezelik, tehát az bölcsöde, oldát, van ahol, tehát iskolai rendszerben. És ugye 2014-ben a FAO római központ érdeklődött is, hogy Magyarországon hallották és tapasztalták azt, hogy a mintam ez a program milyen sikeres, és ezt több országnak ajánlásként át is nyújtottuk ezt a tematikát, beszélgettünk róla, hogy helyben megtermelt alapanyagok nagyon fontossága, tehát a közétkeztetésben nem utaztatott élelmiszerek figyelembe véve az idén jelleget. Így teljes mértékben azt mondjuk, hogy egy ilyen komplex csomagot tudtunk átnyújtani, amelyik országban, tehát még annyira nem is terjedt el a mindennapos étkeztetés, de ugye, mint a ez a programnak is, tehát az a hosszú távú célja, hogy választható legyen, egészséges alapanyagok legyenek, és és az egészséges alapanyagok finomak legyenek, és aztán is fogyasszák, tehát a fogyasztók. Tehát a közétkeztetési törvény betartásához nagyon fontos az, hogy jól képzett szakemberek legyenek, tehát a konyhán, az élelmezés vezetők, a dietetikai rész, dietetikusok, és tehát nagyon fontos az, hogy akik az ételt osztják ki. Tehát az a végpont, akik a nagy konyhákon elkészítik az ételeket, minden paramétereket, tehát betartva, becsomagolják, utazik az étel, megérkezik ugye a tárolóhelyre, ott a tálaló személyzetnek is a képzése, tehát nagyon fontos. Ismerni kell nekik azt az ételt, ismerni kell az annak az ételnek ízvilágát, ha megkérdik, ugye tehát a fogyasztók, ezt hívjuk, ugye mi a tudatos táplálkozásnak majd ezt követőleg, tehát az a gusztusosan szépen kell kitállani. Itt ugye fontos, hogy mindenki tehát érezze magának azt a partnerséget. A pedagógusok, a pedagógusok beszéljenek arról az ételről. A föntartó biztosítsa azokat a az evőeszközöket, tányérokat, azt az étkező kultúra helyet, hogy oda öröm legyen tehát menni, akkor egészen megváltozik tehát a gasztrokultúránk. 2014. december 31-ig lehetett önként csatlakozni, tehát a Minta a programhoz, mert ugye akkor egy ajánlás volt. 2015. január 1-en már egy rendelet van. Mindenkit megnyugtatunk, és mindenkit szerezettel várunk, a föntartókat lehet még csatlakozni, tehát a mint a programhoz. Miért is fontos ez? Azért nagyon fontos, mert a főzőkonyhákkal, ami ugye tehát Magyarországon 3200 település van, tehát jelentős részében ugye főznek, vagy szolgáltatást tehát vásárolnak, és így látják el a lakosságot. Tehát azokat a szezonalitásnak megfelelő, tehát étlap szerkesztéseket, azokat a beltartalmi egységeket, amit itt az elhangzott a riportban is, tehát miért fontos tehát a só, miért fontos a cukor, miért fontosak azok a fehérje termékek, amik maga, tehát az alapanyagokban is megtalálhatók, hogyan ismertetjük meg a tehát étlap formájában, tehát a fogyasztókkal, milyen praktikákat adunk például tehát az oldákban az ölt növényekkel milyen egészségügyi ismereteket nyújtunk át. Tehát ezt a maga, mint ez a program, tehát ezt ő, tudja, és így sokkal jobban kialakul egy párbeszéd. Mert az is nagyon fontos, hogy most a rendelet, tehát a rendelet elkövetkező négy hónapjában, tehát mi figyelembe vesszük tehát a fogyasztóknak a véleményét. A véleményeket azokat ugye megszerkeztve a jogalkotóknak át is nyújtjuk ahhoz, hogy itt 2015. szeptember 1 el tehát akár egy módosítás keretében is még élvezhetőbb, még kivitelezhetőbb legyen tehát ez a rendelet.